Gyülekezőre hív a vadászkürt, ezúttal azonban nem vadászatra, hanem egy eredményhirdetésre gyűltek össze alsós diákok és szüleik a Vadászkamara vármegyei székházában. Az Erdő téren címmel kiírt rajzpályázatra 1850 rajz érkezett, ezek közül 20-at választott ki a zsűri. Illa Marcell rajzán szarvasok szerepelnek. Nem véletlenül, hiszen a legtávolabbról, Kaposmérőről érkező fiatalember a természetben is találkozott már az agancsosokkal. Szoktam kimenni vadászni a fával, szoktam menni a papával túrázni, meg kvadozni is szoktam menni. Meg mi nekünk vannak a birkák is, és oda is el szoktam menni. Nem csak Marcell, hanem sokan mások is a szarvasokkal társították a téli erdőt. A legnépszerűbb motivumok a róka és a gímszarvas bizonyult, ugyanakkor nagyon nagy örömmel láttuk, hogy azok a gyerekek is küldtek be pályamunkákat, akik nálunk voltak már vagy osztálykirándulás alkalmával, vagy pedig a kisvadásztáborban voltak táborlakóink, hogy itt már bizony egy-egy alkotáson megjelent maga a vadgazdálkodó, mint a vadászember, aki a vadat eteti. Tehát, hogy nagyon érdekes volt ezt látni, hogy nem csak a vadat látja már az erdőben télen, hanem azt a munkát is, amivel ugye a hivatásos vadászok nap mint nap foglalkoznak. A Vadászkamara igyekszik mindent megtenni azért, hogy a gyerekeket minél közelebb hozza a természethez és a környezettudatos életmód megismeréséhez. Most nagyon nagy bajban vagyunk a közösségi média elterjedése okán. Igyekszünk eleget tenni és megtalálni azokat a platformokat, ahol el tudjuk érni a gyerekeket. Most elindult a Ismerd meg a vadászokat elnevezésű program, ami országszerte a vadászkamarák elindítottak. Itt kiadványokat hoztunk létre, vicces, színes képregény formában a gyerekek számára, hogy minél közelebb tudjuk őket hozni ehhez a tevékenység, és mivel elsősorban ez ilyen gyakorlatorientált dolog, tehát a kézzelfogható élményeket inkább preferálják a gyerekek, igyekszünk vagy itt vendégül látni őket, vagy mi ellátogatni hozzájuk, és akár ragadozó madarakat a kezükre adni, íjat a kezükbe adni, hogy lássák azt, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok. A díjazott gyerekek egy közös fotó elkészítése után a ragadozó madarak életéről hallgathattak meg egy rögtönzött előadást.